Maradott a napban! Tejfel, ne aludj, mint a tejfel! A hagyomány szerint, hogyha ma kibújik a medve a barlangjából, és meglátva az árnyékát visszamegy, akkor hosszú lesz még a tél, ha viszont kint marad, akkor közeleg a tavasz. Mindenki tudja már kiskorától kezdve, hogyha a barna medve meglátja az árnyékát, akkor megijed, visszabújik, hiszen még következik egy zimankós időszak. Jön a morna. Évente egyszer minden tekintet egy nyugat-pennsylvániai kisvárosra szegeződik, hogy a mestert munka közben lássuk. A mester neve Punxsutawney Phil, a világ leghíresebb időjósa, a mormota. A hagyomány szerint meg tudja mondani, mikor kezdődik a tavasz. A néphagyomány szerint, hogy ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és meglátja az árnyékát, tehát süt a nap, attól megijed, visszamegy, és hosszú tél várható. Mindig ugyanaz a baromság. Jön egy pasas, és bekopog a botjával. Kicibálják a patkányt, pofáznak hozzá, az visszapofázik, aztán az egészet megmagyarázza. Ez év február 2-án, 7 óra 20 perc, 30 másodperckor Punxsutawney Phil, a jósok jósa, a prognoszták prognosztája előbújt, hogy bár nyugtalanul, de érthetően nyilatkozzék nekünk. Mormota nyelven annyit mondott, tisztán látom az árnyékomat. Ha az időjárásra vagytok kíváncsiak, kérdezzétek meg a másik félt. Megmondom nektek, milyen lesz a tél. Hideg lesz, kurva nagy. Baromi szürke lesz. Soha nem múló, életfogytig tartó. Sajnálom, emberek! Még 6 hétig tart a tél! Oh no. Oh no. Phil? Hey, Phil! No, not you. It's me, Ned Ryerson! Okay, little fella, good job. That's different. Good job. Hey! He got the groundhog! Phil? Hey, Farmer Bob! Have we met? You believe this guy? About 100 times. You're gonna freeze to death. Who cares? See you tomorrow. We can't fly.